estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! 4 napon keresztül várják az elektronikus hulladékot Makón. A csecsemők korai fejlesztése nagyban hozzájárul mentális és fizikális egészségükhöz. Várják a jelentkezőket az Angyalsóhaj Alapítvány táboraira. Június 12-e és 15-e között reggel 7 órától délután 15 óráig ingyenesen lehet leadni elektronikus hulladékot a Városgazdálkodás 2-es telepén. Az önkormányzat a lehetőséggel a környezetszennyező illegális hulladéklerakást szeretné csökkenteni. Kalász Zoltán az elsők között érkezett az Aradi utcai telepre, hogy hulladékot adjon le. A makói férfi televíziónknak elmondta, örül a lehetőségnek, szerinte jó lenne minél több hasonló alkalom. Mi úgy vagyunk vele, hogyha olyan dolgunk keletkezik, elektronikai hulladék, azt nem visszük ki az árokpartra, meg nem dobjuk be a kukába, de megvárjuk, még van. Volt már korábban ilyen alkalomszerűen gyűjtés a városba, akkor is odavittük, és most is így voltunk vele, hogy a padláson gyűjtögettük, most hallottuk ezt az alkalmat, és örültünk neki, és azért hoztam el ide. 4 napon keresztül most ingyenesen, lakosonként 25 kg mennyiséget lehet leadni. Várnak nyomtatókat, számítógépeket, mobiltelefonokat, rádiókat, ám kizárólag egészben, nem bontott állapotban. Tudtuk meg Csermák Szilvia zöldváros tanácsnoktól. A törvényi szabályozás alapján azonban például képcsöves eszközöket nem tudnak fogadni. Kicsit nehéz ennek a hulladéknak a megszervezése, illetve hogy mi átvehető, mi nem átvehető, mit enged a törvény, mit nem. Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy az út szélére, erdőkbe, házak elé kihordott szemét mennyiségét talán egy kicsit tudjuk ezzel csökkenteni, ezzel a fajta szemétgyűjtési akcióval. Szeretnénk ebből egy rendszeres személygyűjtési akciót szervezni. Nyilván ez függ majd az aktuális törvényektől. Az együttműködésnek szerintem akadálya nincs. A hulladék leadásához szükség van a személyi adatok megadására is, ezért a képviselő azt kéri a lakosoktól, hogy személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és adókártyájukat mindenképpen hozzák magukkal. A kezdetekről és a napjainkban zajló segítő munkáról tartottak szakmai előadásokat a Korona Kulturális Szalomban pénteken a Csongrád-Csanád megyei pedagógiai szakszolgálat makói tagintézményének meghívott vendégei számára. 30. évfordulóját ünnepli a korai fejlesztés csoport a városban, akiknek egyetlen célkitűzésük van, hogy már csecsemőkortól is támogassák a gyerekek fejlődését. Az eseményen részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester is. Teljesen megtelt gyógyi és óvodapedagógusokkal, szakorvosokkal a rendezvény helyszíne. A szakmai délutánon olyan előadások kerültek terítékre, mint például a gyermekrehabilitáció és a korai fejlesztés kapcsolódási pontjai, vagy hogy hogyan tudnak együttműködni az oktatási és nevelési intézményekkel a szakszolgálat dolgozói. Az eseményt Farkas Éva Erzsébet polgármester nyitotta meg, aki nem érkezett üres kézzel a csoporthoz. Beszédében háláját fejezte ki a szakemberek felé, hiszen talán az egyik legnehezebb hivatást választották maguknak, melyet empátiával és megbecsüléssel végeznek. Mindenféleképpen el kell mondani, hogy ma a 21. század elején nélkülözhetetlen, hogy azok az egyéni fejlesztések meg tudjanak valósulni, amit nyilván tapasztalunk, hogy sajnos egyre több olyan szükséges egyéni fejlesztés van oktatási nevelési intézményekben is, amelyek nélkül gyakorlatilag már oktatási nevelési gondozói, hogyha a bölcsödékre gondolok, gondozói intézmények már nem tudnak létezni. Ezért szükséges nyilván, hogy a pszichológusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal együttműködve neveljük és oktassuk a felnőtt világra, ha lehet így mondani, a gyerekeinket. A korai fejlesztés, mint önálló foglalkozás egy országos kezdeményezésként 1989-ben jött létre Magyarországon. Makón az 1991-92-es oktatási tanévtől indult el Vízhányó Jánosné és Jesics Tamásné gyógypedagógusok vezetésével. A szakemberek a kezdeteket elevenítették fel televíziónknak.
Mi mindig beszéltük, hogy mindig abból főztünk, amink volt. Nem voltak eszközeink, tulajdonképpen a gyógypedagógusi múltunkra és gyakorlatunkra hagyatkoztunk, habár tudtuk azt, hogy ennél sokkal több kell, sajátos ismeretek, sajátos attitűdök kellenek ehhez a fajta feladathoz. Azt gondolom, hogy a szülők körében ez is ugyanolyan új dolog volt, mint a mi szakmai körünkben. Nagy segítségünkre volt a védőnői hálózat, hiszen hozzájuk fordultunk legelőször abban a dologban, hogy segítsenek nekünk a gyerekek felkutatásában, úgymond, és hogy mit lehet csinálni a gyerekekkel, mert hogy a szakértői bizottságok szakértői véleménye alapján kerülhettek hozzánk gyerekek. A pedagógiai szakszolgálatnál gyógypedagógusok, logopédusok, konduktorok és pszichológusok is dolgoznak, tehát egy komplex fejlesztés zajlik a tagintézményben. Mindennek Dóci Margit is részese, aki nem csak gyógypedagógusként, hanem mint szülőként is érintett a foglalkozásokban. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy 5 éve én is a korai fejlesztő team tagjaként erősítem a csapatot, viszont 10 évvel ezelőtt született egy sérült kisfiam, úgyhogy mind a két oldalról átélem a dolgokat. 0-3 éves korig a kisgyermekek fejlesztésével foglalkozunk, akiknek speciális megsegítésre van szüksége. A szülők jelentkeznek önkéntes alapon, és felmérjük a kisgyermekeket, megnézzük az egyéni képességeiket, és ehhez mérten készítünk fejlesztési tervet, és utána szépen apró lépésekbe haladva a szülőkkel együtt fejlesztjük a gyermekeket. A pedagógiai szakszolgálatot bárki felkeresheti, hiszen az ajtó mindenki előtt nyitva áll. A szülők merjenek segítséget kérni, hiszen a gyermekek pozitív fejlődése már csecsemőkortól nagyon fontos. A csecsemőktől egészen a fiatal felnőttekig várják a jelentkezőket az Angyalsóhaj Alapítvány nyári táboraiba. A zenés és kézműves foglalkozásokon túl lesz olyan, ami az iskolára készít fel, másik a tehetséggondozást szolgálja, de sérült fiataloknak, illetve felnőtteknek szóló programmal meghirdetett hét is lesz. 9 héten keresztül 7 tematikus tábor és 2 alkotótelep tagjai tölthetik meg élettel az Erzsébet házat az Angyalsóhaj Alapítvány támogatásával. Az ingyenes lehetőségek a legkisebbektől a felnőttekig szinte minden korosztályt megszólítanak majd. A vendégek a legtöbb esetben reggel 8 és 12 óra között élvezhetik a foglalkozásokat, melyeket óvoda és gyógypedagógusok, konduktorok és képzőművészek tartanak. Június utolsó két hetében a Csongrád megyei pedagógiai szakszolgálat munkatársai az 1 és a 3 éves korú gyermekeket és szüleiket várják a Pöttöm, Pajtik és a Cseperedő táborokba. Július 3-a és 7-e között a 23. Makó és térsége ifjúsági művésztelep nyitja meg kapuit, ahol az arcok, emberek, hősök témakörben alkothatnak a résztvevők, majd Kincses Tina vezetésével a Mesék Birodalmába utazhatnak a gyerekek a Mancs őrjárat táborban. Hasonlóképpen, mint az ezt követő játék dzsungel készségfejlesztő foglalkozáson. Július 17 és 21 között várjuk a 7 és 12 év közötti speciális igénnyel rendelkező gyermekek jelentkezését. A tábor feltétele regisztrációhoz kötött, mint a tábornak a neve is magába foglalja. Minden nap más és más játékkal fogunk megismerni, ami a kognitív funkcióik fejlesztésére fog alapulni. Július utolsó hetében mozgásra és kézműveskedésre invitálja a 6 és 10 év közötti gyerekeket Modokné Vigetelka és Bakos Ágnes óvodapedagógusok. A Trappoló Móka táborba olyan kisgyerekek jelentkezését várnánk, akik szeretnek kicsit kézügyeskedni, illetve szeretik a mozgásos játékokat. Úgy gondolom, hogy ez a tábor egy olyan hasznos tevékenység lesz ennek a korosztálynak a számára, ahol az alkotások által ügyesedik kézügyességük, fejlődik finommotorikájuk, és a mozgásokon keresztül pedig önbizalmuk. Ezt a 15. Natura Marosmenti művésztelep követ majd. Karsai Ildikó grafikus művész a telep vezetője elmondta, az idén csatlakozva a Petőfi Sándor évhez az Alföld témakörben alkotnak a meghívott művészek. Augusztus 14 és 18-a között szintén a művészeté lesz a főszerep, sérült fiatal felnőttek részére.
A mesetábor alapvetően a mesepárnás pedagógiai módszerre fog épülni, ahol minden nap egy újabb mesével fogunk megismerkedni és feldolgozni. A feldolgozásban alkalmazni fogunk színezést, festészetet, rajzolást, népi játékok és egyéb kézműves tevékenységek is be fognak kerülni, valamint az ének, a vers és a tánc is a feldolgozások körében megtalálható lesz. Így fog kialakulni és kiteljesedni a komplex művészeti tevékenységek megjelenése ebben a táborban. Végezetül augusztus 21 és 25-e között zenés baba-mama foglalkozással készül Zanetti, azaz Dencsik Anett, aki a hangszeres órákkal hozzájárul a szülő-gyermek kapcsolat erősítéséhez. Idén is kísérő programmal készül a makói hivatásos tűzoltóság és a makói rendőrkapitányság, valamint az aktív mancsok segítőkutyás egyesület. A táborokra jelentkezni a plakáton szereplő telefonszámokon lehetséges. 26 nyolcadikos fiatal vett búcsút szeretett intézményétől, a Szikszai György református óvoda és általános iskolától. Az ünnepségre Farkas Éva Erzsébet polgármester és Mágori András József önkormányzati képviselő is ellátogatott. A ballagások időszaka június. A Szikszai György református óvoda és általános iskola is ünneplőbe öltözött a diákokkal és a pedagógusokkal, valamint a családdal együtt. A nyolcadikos osztály 26 tanulója egymás vállát fogva sétált át a templomba, ahol tovább folytatódott a ballagási ünnepség, amelyen részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester és Mágori András József önkormányzati képviselő. Stefán Zoltán református lelkész egy bibliai igerésszel köszöntötte a megjelenteket, majd Bertus Barca Csabáné mondott beszédet, amelyben elmondta jó kívánságait. Gondolkodtam rajta, hogy mivel is bocsássam el őket, és azt mondtam, hogy a szeretet soha el ne fogjon. Mindig szeretetben éljenek, szeretettel forduljanak a társaikhoz, és éppen azokkal, akik azt a közös utat járják. Nyilván ez hullámzó. Van, mikor jobban tudják tartani, van, mikor kevésbé, de arra felhívtam a figyelmet, hogy soha ne egyedül, mindig együtt és valamilyen társal járják az útjukat. Az osztály főnök Mezei László volt, aki pályakezdőként kezdte az oktatási intézményben, és már a harmadik osztályát ballagtatja. A pedagógus megosztotta, hogy milyen volt az összeszokás a gyerekekkel, és milyen gondolatokkal látta el a nyolcadikosokat. Fölsőbe lettem az osztályfőnökük, hatodik osztálytól. Gyakorlatilag az első egy héten kirándulni voltunk, úgyhogy ott rögtön össze is szoktunk, de egyébként edzéseken is már ismertem őket. Utána kicsit gyakrabban találkoztunk, mert találkoztunk történelem órán, biológia órán, testnevelés órán, edzéseken, de nagyon jó osztály volt. Próbálják megvalósítani az álmaikat, amit kitűztek célul. És hát most lehet, hogy közhely, de legyenek boldogok, mert az meg talán még fontosabb, meg emberek legyenek. Az osztály átlaga 4 egész fölötti, és szó esett arról is, hogy a fiatalok többsége gimnáziumban vagy technikumban folytatja tanulmányait. 5 diák pedig szakképzésben képzeli el a jövőjét. Pitti Izabella több kedves emlékkel is gazdagodott az elmúlt évek során, amelyeket televíziónkkal is megosztott. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó iskolaközösség volt, az osztály is szinte egy családdá nőtte magát, a tanárok is nagyon kedvesek és segítőkészek voltak mindig velünk. Nagyon sok alkalmunk volt versenyre járni, vagy kirándulni. Például most nemrég voltunk Törökországban a Cserediák programmal, amit nagyon élveztem, és nagyon jó volt. Én szerepeltem már matematika, magyar és angol versenyben is. Angol versenyben voltam már országos versenyen is. A ballagás végén pedig az osztályfőnökkel együtt a ballagók megkapták a tarisznyájukat. Az idei nyár első kiskaska vásárára kerítettek sort a hétvégén. A színes programok mellett a helyi és térségi kézműves termékek is várták a kilátogatókat a Makovec téren.
Szerencsére az idő is kegyes volt, kedvezett az idei első kézműves vásárnak és programoknak. A család legkisebb tagjaira a mosolyudva népi játszótere várt. Többek között kipróbálhatták a lelkes fiatalok a szülőkkel, akár a nagyszülőkkel is a 20 féle fajátékot, asztali logikai játékokat, a kézműves foglalkozásokat, a kosaras körhintát. Továbbá Csiribiribá bűvészműsora szórakoztatta a színpad előtti közönséget. A kézműves vásár árusainak portékái, mint mindig, most is hívogatták a turistákat, kirándulókat, akik a városunkban töltötték a hétvégét. Életünk egyik legnagyobb élményében van részünk azzal, hogy Makóra ellátogathattunk. Miskolcról jöttünk, tettük tiszteletünket, és itt a hagyma fővárosában rendkívüli élményben van részünk. Marosparc, azt mondjam, mi volt ott a lombkorona sétány, nagyon szép, barátkozunk itt a hagymatikummal, meg nagyon finom fagyi van itt a környéken. Gyönyörű a város, nagyon elragadó az, hogy milyen módon ápolja a város a hagyományait. Végig ismerkedtünk a köztéri szobrokkal. A vásárban volt mindenféle finomság. Méz, sajt, valamint különféle szappanok és ékszerek, tárgyak, lakásdekorációk is. Sziráki Helga visszatérő árus, aki mindig örömmel vesz részt a marosparti forgatagban. Stábunk kíváncsi volt arra, hogy mi minden elérkezett most, és mivel foglalkozik szívesen. A termékeket is használok, illetve a virágboxok, amik most nagyon kelendőek meg menők. Színekben én nagyon szeretem a harmonikus színeket, mindenképpen arra törekszek, illetve hogy mivel nem tudom, hogy az adott lakásban milyen szín, próbálok olyat, hogy mindenhova azért be tudjon kerülni, vagy hogy mutatós legyen. Szoktam fotóalbumokat felújítani, például régi fotóalbumokat volt is rá példa, meg ugye bútort festek, tehát a régi bútorokat újítok, ez már régóta, ezt régóta készítem. Olá Dorottya pop és jazz énekes műsorra szórakoztatta szombaton a zeneszerető közönséget, míg vasárnap az AV Akusztik koncertje hívogatta a Makovec térre a kikapcsolódni vágyókat. A koncertről a szerdai híradónkban számolunk be bővebben. Érkezzenek a legfontosabbak, még egyszer röviden. 4 napon keresztül várják az elektronikus hulladékot Makón. A csecsemők korai fejlesztése nagyban hozzájárul mentális és fizikális egészségükhöz. Várják a jelentkezőket az Angyalsóhaj Alapítvány táboraira. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a június 12-i hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!